Az Osony körforgalomról sok mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy jól működik, folyamatosak a torlódások. Ezen próbálnak meg most segíteni. Elmentünk, hogy megnézzük a jelenlegi állapotot. A napokban mutatták be az Ocean csomópont kapacitás bővítésének terveit. Olyan rendszer kialakítását tervezik, amely segítheti az állandó torlódás és balesetveszély megszüntetését. A két körforgalmi csomópont az M7-es autópálya, a 63-as és a 8-as út becsatlakozása, valamint a Sóstói Ipari Park és a Bevásárló Központ működése miatt is kiemelt fontosságú. Épp ezért az önkormányzat, a közútkezelő, valamint a közelben működő cégek is támogatják a fejlesztést. A tervek szerint több helyen két, illetve három sávon lesz megközelíthető a csomópont. A gyalogosok közlekedését jelző lámpák könnyítik majd, és a terület busz közlekedése is korrekcióra kerül. A tervek engedélyeztetése még az idén várható. A beruházás a mostani becslések szerint több mint 800 millió forintba kerül majd, melynek előteremtése jelenleg is folyamatban van.